És akkor megnéztük, hogy egyetem merre lehet, és akkor láttuk, hogy ott valaki, egy idősebb ember, ott kapaszkodik gyakorlatilag egy fába. Gyorsan fölvettem ezt a speciális szárazruhámat. Ezt gyorsan fölvettem, így ahogy voltam, és elindultam itt befele. És addigra ez a bácsi, aki amúgy Kolontáról sodródott el idáig, jelezte azt, hogy a testvére, egy idősebb hölgy is az áradattal együtt jön, és én abban a reményben, hogy őt meg fogom találni, még élve, elindultam ezen a fasoron befele. Tehát nekivágott úgy ennek az útnak, hogy gyakorlatilag minden vörös volt és hömpölyögött. Hát gyakorlatilag mellig ért. Tehát most ebben az árpontban egyszerű, itt ahogy jövünk lefele, ahogy mentünk, és ezen az árkon, ami itt van még, ha átmegyünk, akkor gyakorlatilag egy ilyen mellmagasságig jött elég erősen. Nyilván középen kicsit erősebb volt a sodrása, ezek a fák részben kicsit lassították, de ahogy lehet látni is, különböző mélységek, gödrök vannak, tehát egy egyszerű módon... Azt se tudta, hova lép? Dehogy nem, olyan értemben igen, fogtam egy karót itt kint, és azzal magam előtt mindig meggyőztem arról, hogy következő lépés az valóban ilyen talajra esik. És hát egy jó másfél órás kutakodás után gyakorlatilag feladtam, mert élő emberre utaló nyomok, jelek nem voltak. Amikor túlélőt keres, de nem túlélőt talál, az milyen? Nézd, ez olyan dolog, hogy mi mindig azt, legalábbis én személy szerint, én abból indulok ki, hogy sikerre kell járni, és amennyiben nem élőt találunk, hanem sajnos már holtat, akkor sajnos azt kell mondani, hogy ez egy szövődmény, tehát ez velejáró. Nyilván itt azért másnap már tudtuk azt, hogy annak, hogy élő ember találjunk, annak nagyon-nagyon kicsi az esélye, ezzel együtt mindig reményteljesen indulunk neki. Szerencsére sokan még időben értesültek az áradatról. Nem csak a kolontári iskolások, hanem a devecseri diákok is átélték az áradatot. Nekik is menekülniük kellett. Éppen jöttünk vissza a nagyiskolából, ebédből ide, és láttunk, hogy valami barna víz jön fel, és jött a felső tagozatból egy tanító bácsi, aztán ő mondta, hogy menjünk vissza a nagyiskolába, mert feljebb fekszik, és hogy biztos nem fogja azt elönteni. Utána mindenki fölment és aggódott, hogy mi lesz, mert sok család ott lakott lám. Én nagyon meg voltam ijedve, mert apukám ott dolgozott a tüzépen, és a tüzépre is egy picit bement. Próbáltuk felhívni a gyerekek szüleit, hogy jöjjenek a gyerekekért, addigra már többen meg is érkeztek. Hát az volt nagyon rossz, ott akkor sírtak a gyerekek, meg féltünk. És végül is tulajdonképpen nem tudtunk semmit, mert ugye próbáltunk a neten tájékozódni, de hírzárlat volt. 6 óra felé fogyott el az utolsó gyerek, addigra viszont megérkeztek az iskolába az első menekültek, akik ott aludtak. Anyukám a postában volt, körülvett az iszap, aztán pedig csak markolókkal tudták kiszedni onnan. A mentést és a segítséget a szülők és a pedagógusok még jó pár napig folytatták. Az volt a legoldasztóbb szerintem, aki kiment a terepre teherautóval, és ott látta. Tehát utcáról utcára végigmentünk. Én olyan utcákban is voltam, ugye ez Devecsernek a legrégebbi része volt, ahol még életemben nem jártam Devecserbe. Borzasztó volt az sok ember, aki én nem is értettem, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk, hogy mertük az iszapot, lapátoltuk, vitték autóval. Én nem értettem, hogy miért nem lehet egyből ledorzolni ezt az egészet. Még előtte ki is kell takarítani, tehát ez a kilátástalanság, ez az értelmetlenség, hogy most miért csinálom azt, amit csinálok, meg az elkeseredettség. Én úgy gondoltam, hogy soha nem lesz itt rend. Mégis rend lett. A polgármestert előző este választották meg, első napja már a vörös iszapról szólt. Ezen a területen 275 ház áll. Igen. Így van. Elég nehéz elhinni. Az összeset lerombolták. Muszáj volt, ez a lug miatt volt leginkább. Ez a lug, ez a kalciumot oldja, és olyan maró hatása van neki, annyira meggyengedett az alapokat. Itt régebbi házak voltak üzemmel. Ha egy-kettő komolyabb ház meg is bagatolott volna, ugye már hát itt egy-két házat meghagyni, az felesleges utaság lett volna. Egyedül egy mementóként meghagytok ezt a 1910-ben épült postai épületet. Milyen személyes tragédiákkal találkozott ön? Hát ez legmegrázabbak azok voltak, amikor az emberekkel
korombeliek, tehát akik már ugye az életben rengeteget dolgoztak, és munkainak az eredmény ott volt a házban, és mondjuk egy szintes lakásban laknak, és akkor mondja, meg is meséli, hogy képzeljem azt el, hogy nem tudok menekülni, és tódult be az iszom, és mindent elvitt neki. Vagy egy idősebb ember mondja, hogy meghalt a felesége 3 évvel korábban, és az emlékét is elvitt, tehát a fényképeket, mindent elvitt. Rengeteg ilyen volt, és idős, szóval azok a korosztályi emberek még most sem tudnak feldolgozni, akik tényleg mindent elvesztettek, az otthonokat elvesztették. Hiába kaptak igazából egy szép lakást, de azért az otthon az hiányzik nekik. Mi lett azokkal a nagyívű terveivel, amik elsősorban a mezőgazdaság fellendítését célozták meg a térségben? Ellehetetlenítette egyáltalán a vörös iszap? Igazából az a legnagyobb veszély itt, hogy egy ilyen szituációban most nekünk nem szabad, el kell kerülni a lehetőségét is annak, meg mindent, hogy itt élelmiszert termeljünk olyan területeken, ahol az iszappal érintkezett valamikor is a föld. Hát itt mindenképpen energia növényeket kell telepítenünk, én azt gondolom, illetve olyan egyéb növényeket, amiknek a felhasználása az végül is energetikai célú, tehát biogázüzemben például lesz hasznosítva nem takarmányként. A katasztrófa sújtott a terület, tehát még környezettudatosabb jövő elé néz, de térjünk vissza az első percek hőseihez. Elsőként értesültünk erről a sajnálatos eseményről. Egyből rádión, telefonon, kinél mi volt éppenséggel értesítettük a kapitányságot. Sok mindenre gondoltak, de ennek a tározónak a gátjára, illetve át a falára szerintem ott az első pillanatban senki nem gondolt. Itt az alsóbb utcákon próbáltunk meg hangos bemondón keresztül szólni a lakosságnak, hogy menjenek biztonságos helyre. Ez idő alatt a kolléganőm az iskolából kimenekítette a gyerekeket, én gyalogosan próbáltam a Szent Imre utcában figyelmeztetni az embereket, gondoltam, majd visszamegyek a rendőrőrse, de addigra már a rendőrőrsöt is elöntötte. Aki tudott, mindenféle utasítás nélkül ment és mentette az embereket. Hát láttuk, hogy viszi az autókat az áradat, nem tudtuk, hogy van valaki abban az autóban, vagy nincs. A rendőrök és tűzoltók együtt próbáltak segíteni a bajba jutottakon, mezőgazdasági és építőipari gépeket szereztek, és azzal mentették az embereket. Próbáltuk azért úgy menteni az embereket, hogy aki a legnagyobb veszélyben van, azt mentjük meg először. Volt olyan, aki biztonságban érezte magát, tetőre mászott föl, mondta, hogy szomszédban van egy kisgyerek, vagy idősek vannak, inkább mentünk oda, és később szedtük össze azokat az embereket, akik a tetőkön meg biztonságos helyen ragadtak. A veszéllyel szembenézni nem volt kérdés. Az áradatot megkerülve a saját biztonságát is kockáztatva mentette meg egy kislány életét a rendőr. Jött egy traktoros férfi, és szóltam neki, hogy nem tudunk ebbe menni a házak közé, mert bal kéz felől a negyedik háztól egy jaj veszélykedést hallottam meg. Akkor felültünk a traktorba, bementünk eddig a házig, ahol a juhászék laktak. Én szóltam a családfőnek, hogy mit tudunk tenni, és akkor ő mondta, hogy mentsük meg a kislányát, mert hogy ellepte a vörös iszap, és úgy húzták ki a kezénél fogva belőle, és hogy nyelt belőle biztos, és a szemét is megmarta a vörös iszap. Miközben mentünk a ház fele, én egyáltalán a stressztől is belementem az árokba, és beleestem, így körülbelül idáig ellepett az iszap. És akkor a srác felment a létrára, és egy kislányt adott ki a családfő a kezébe. És be volt csavarva egy pokrócba. Kiabáltam ki a kolléganőmnek, hogy hívjon mendőt. És a traktorba mehetem kibontani, és ott feküdt egy kicsi lány. Teljesen mesztelen volt, és a szemei hamus szürkék voltak. Mi visszatolattunk a traktorral, mert kimondta a családfő, hogy vigyük a kislányt, hogy ők biztonságban vannak a tetőn. És mire kiértünk a kislánnyal, akkor ért oda az esetkocsi, de hát a kislányhoz mentőhelikoptert kértek, úgyhogy én nem tudtam mentővel bejönni, úgyhogy stoppoltam magamnak egy tűzoltó autót, és megkértem őket, hogy hozzanak be, mert már akkor addigra annyira marta a combomat, meg a lágyabb részeket az iszap, hogy már égetett nagyon. És akkor egy tűzoltó autóba belecsavattam magam egy ilyen zsákba, és akkor ők hoztak be az Ajkő rendőrkapitányságra. Veszély és segíteni akarás. A katasztrófa pusztítását csak az összefogás enyhítette, és könnyíti meg ma is. Most látszott az, hogy miért is lettünk mi rendőrök. Döbbent emberek, rémült emberek és segítségért könyörgő emberekkel találkoztunk. Az egyenruha miatt az emberekben volt egyfajta bizalom, amit már régen éreztem. Napokkal később tudatosult bennem igazán, hogy mi történt. A legnagyobb elismerés? A családtól kapott fotó, ami az irodámban van mindig.
amire rá van írva, hogy köszönöm, hogy megmentettél Dórika. Folyamatosan mindenki óvta, védte és mentette, amit lehetett. Megpróbálunk azt hiszem a legjobb szakmai tudásunk szerint tevékenykedni, de vannak dolgok, amik ellen nekünk sincs úgymond megoldásunk. Még jobban rögzületett mindenkiben, hogy csak együtt, hogyha jó csapat áll össze és jól együtt tudunk dolgozni, akkor tudunk minél jobb sikereket elérni. Egyszerűen nem volt idő azon gondolkozni, hogy mi lesz velünk, vagy mi lehetett volna. Tehát erre nem volt idő. Többször előfordult, hogy amikor így hirtelen kellett menni valahová, kinyitottam az ajtót, és akkor a gyerekek mondták, hogy Kati néni, meg jön az iszap. Tehát, hogy ez ennyire bennük maradt. Ennyi fért mai adásunkba, de ne feledkezzünk meg arról a több ezer katonáról, mentőről, tűzoltóról, rendőrről sem, akik mentették a menthetőt, vagy sokszor a menthetetlennek tűnőt a saját életük kockáztatásával is. A Vörösiszap tragédia utáni újjáépítés, illetve helyreállítás eddig példátlan civil összefogással valósult meg, a kármentő alapba 2 milliárd forint gyűlt eddig össze. Következő adásunkban egy kicsit vidámabb témával foglalkozunk, úgyhogy nézzük, hol van Kilián. A rendőrség tűzszerészeivel a petárdák és tűzi játékok veszélyeit teszteljük. A mai adás azonban ennyi idővel a katasztrófa után is igazán felkavaró volt. Edith, mit tapasztaltál most a helyszínen? A Vörösiszap már tényleg eltűnt a környékről, és a terület is kezd újra élni. Az azonban megdöbbentő számomra, hogy például a mögöttem lévő fákon még ugyanúgy látszik, hogy meddig ért a vörösiszap, és bármerre járunk, mindenhol találkozhatunk a vörös színnel, de a helyiek azt mondják, ez majd elkopik. És elmúlnak a téli ünnepek is. A pirotechnikai eszközök veszélyei mellett tanulni lehetünk annak is, amikor egy karácsonyfa okoz lakástüzet. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!